Napjaink egyik legfejlettebb digitális egészségügyi megoldása az exoskeleton. Ez a robot technológiára épülő hordható külső váz hatékony segítséget nyújthat például egy sztrókot követő végtagbénulás rehabilitációja során, nagyban rövidítve a terápiával töltött időszakot. Az ExoBionics mesterséges vázaiba a Vodafone IoT megoldását építették be, ennek köszönhetően az orvosokhoz azonnal eljutnak az eszköz által összegyűjtött adatok, akik így hatékonyabban tervezhetik a jövőbeni gyakorlatokat azok pontos hatásának ismeretében. Az IoT szenzorok által továbbított adatok mélyebb betekintést engednek az eredményes terápiák folyamatába, és hamarabb kiszűrhetők segítségükkel az eredménytelen kezelések. Az exoskeletonok hasonlóan más fejlett technológiás alkalmazáshoz hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a rehabilitáció például egy sztrókot követően eredményesebb legyen, mint hogyha csak a hagyományos terápiában részesül a beteg. Ez a célja, ez az elvárás az eszközök köz. A legnagyobb betegcsoport, ahogy említettem, a sztrókon átesettek, ők nagyon sokan vannak. Magyarországon évente kb. 30 ezer új ilyen beteg van, akik közül egy olyan 10 ezer szorul intézeti rehabilitációra. Ezen kívül baleseti agysérültek között is vannak potenciális jelöltek. Az ő számuk ugyan jóval kevesebb, pár száz, viszont jellemzően egy fiatal korosztályról van szó. A gerincvelő sérültek is olyan pár százan vannak, náluk is szóba jön, csak ott azt azért tudni kell, hogy ahol teljesen átszakadt a gerincvelő, és mai tudásunk szerint nincs reális esély a járás újratanítására, ott a beteg csak addig fog tudni járni, amíg rajta van az exoskeleton, amíg a részleges gerincvelő sérültnél, illetve az előbb említett baleseti agysérültnél és sztrókon átesett betegnél az újratanítása cél, és az, hogy a függetlenségnek, a járás minőségének egy magasabb fokára jusson el. Ugye ez maga egy váz, egy robotváz, és ennek a robotváznak van egy vezérlése, vannak rajta szenzorai, és adattovábbítás van. Tehát a Vodafone alapvetően ugye a hálózataival, a szenzoraival kapcsolódik ehhez a projekthez, és ugye itt tudjuk megmutatni tulajdonképpen azt, hogy a dolgok internete, az MBIOT hálózat, illetve az 5G hálózat, az mire képes, illetve hogy ezekre a hálózatokra miért van szükség. Ugye, hogyha megnézzük egy korábbi generációs, mondjuk egy 3G vagy egy 4G telefonnál, ugye bekapcsoltuk a hálózatot, megvették az emberek a készülékeket, és onnantól kezdve működött, mindenki saját maga tudta ezt kezelni. Az 5G-nél már partnerségekre van szükség, több szereplőnek az együttműködésére, általában ugye egy probléma megoldás, egy applikáció, egy szerkezet, ahol szenzorok, egy hálózat, és ezekben a partnerségekben vesz részt a Vodafone is. Ugye itt az 5G hálózatra valójában majd akkor lesz szükség, amikor ezek tömegével jelennek meg, és ugye egyre többet kell majd a hálózatba kapcsolni. Addig még a 4G hálózaton, illetve a dolgok internete, MBIOT hálózaton működik, de egyre közelebb vagyunk ahhoz az időhöz, amikor valóban már szükség lesz az 5G-re, az elterjedtség és a hálózatba kapcsolt eszközök száma következtében. Az egészségügyben nagyon sok ilyen kapcsolódási pont van. Hadd említsek egyet, ami ugye egy magyar példa is, egy részben magyar fejlesztés is. Ugye ez az Országos Mentőszolgálattal nemrégiben elindított életmentő applikáció, hiszen ez Magyarországon is működik, Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, tehát a környező országokban is lehet használni, de hogyha már a mentőknél vagyunk, egy nagyon jó példa erre, hogy mondjuk egy 5G lefedettség esetén egy mentőautóban olyan részletes képdiagnosztikát, MR-t lehet például csinálni, amit hogyha elküld a mentőautó a orvosi tímnek, aki várja a beteget, akkor gyakorlatilag ott már nem kell elvégezni ezt a diagnosztikát, gyakorlatilag készen tud állni az orvosi tím a beavatkozásra, és súlyos perceket, fél órákat, órákat lehet nyerni a beteg életének a megmentésében.